Az Ózdi Olvasó Színház termében ülünk Béri Lászlóval, az Ómi Zenész Színház művészeti vezetőjével, és hogyha előre pillantunk, akkor már a február 17-18-ai Abigail című darab díszleteit láthatjuk, mert hogy ez egy új vállalkozás, a legújabb a Zenész Színház esetében. Hol tartanak most jelen pillanatban a dolgok? Milyen készültségi foka van a darabnak? Bízom benne, hogy jól haladunk, és úgy néz ki, hogy össze is jön előadásunk 2 napjára, valószínű, hogy készen leszünk. Ez áprilistól indult ez a projekt, tavaly áprilistól. Elég hosszú időszakon mentünk keresztül, voltak nehézségeink, de úgy gondolom, hogy amikor kiválasztottuk ezt a darabot, akkor tudtuk, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, mind énekben, mind játékban, és ehhez mérten az idő is elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy egy jó előadást mutassunk be. Igen, 43 fővel állunk színpadra. Ennyien még sose voltunk színpadon. Bízom benne, hogy mind a 43-an most jelen pillanatban élvezik az előadás, illetve bocsánat, a próbák menetét, és nagyon bízom benne, hogy mindenki helyt fog állni a jövő heti előadásra. A korábbi darabokhoz, előadásokhoz képest miben más az Abigail a létszám mellett? Igen, a létszám az nagyon fontos, amellett a dalok minősége is teljesen más, nagyon igényes dalok, kórusos dalok, tehát a magával a daloknak a megtanulásával is nagyon hosszú idő ment el. Úgy gondolom, hogy az egész mű egy olyan dráma, egy olyan nagyon nagy mondani valójú darab, hogy egyszerűen nagyon oda kellett figyelni, hogy a dramaturgiát hogyan csináljuk. Amikor kiválasztották az Abigailt mint darabot, akkor utána hogyan kezdődött a munka, hogy fogtak hozzá? Szereplőválogatás volt, úgy érzem, az nagyon jól sikerült, valamint ugye a megfelelő lépéseket megtettük, olvasópróba volt, utána színpadi próbák voltak, és így haladtunk egészen mostanáig, de még mindig vannak simítások, mindig kellenek simításokat csinálni, mert még mindig van egy olyan díszlet rész, amit még gondolkodunk, hogy hogyan is alakítsuk ki. A fő előadások előtt lesz főpróba? Igen, előtte való nap pénteken lesz a főpróba. Addigra mindennek helyén kell állni, mindennek el kell készülni, és mindenkinek tudnia kell mindent. Így van, és bízom benne, hogy ez így is lesz. Ózdon vagyunk, tudjuk, hogy sokan máshol dolgoznak, tanulnak. Mennyire nehéz összehangolni a heti munkát az előadás előtt? Nagyon nehéz, tehát ez a legnehezebb feladat mindig a műsoroknak a létrehozásában, hiszen még mikor kezdtük ezt az egész társulatot építeni, akkor még mindenki nagyon fiatal volt, hiszen már 20 vagy attól egy kicsivel több idő eltelt. Mindenkinek megváltozott az élete, tudjuk nagyon jól, hogy férhez mennek, új munkahelyet változtatnak, elköltöznek. Nagyon nehéz úgy összeegyeztetni az időket, hogy mindenki akkor érjen rá, amikor a többiek. Az Ómi Zenész Színház valóban az elmúlt bő 2 évtizedben nagyon sok szép pillanatot okozott az ózdi közönségnek. Egyfajta felelősséggel is jár mindez, mert az Abigailre, hogyha jól tudom, akkor a szombati és a vasárnapi előadásra is az összes jegy elfogyott. Igen, borzasztó nagy felelősséggel jár ez. Már elértünk itt helyben, meg a környéken olyan hírnevet, hogy nagyon szívesen jönnek el az előadásunkra. Nagyon sok helyre hívnak is meg bennünket, és ez most, hogy így ilyen gyorsan elfogytak a jegyek, ez borzasztó nagy felelősség számunkra. Beszéljünk egy kicsit a múltról, a kezdetekről, mert idáig el is kellett jutni. Annak idején, a 2000-es évek első részében, ha jól emlékszem, akkor egy iskolai színjátszó csoportként indult ez az egész történet? Igen, abban az iskolában kezdődött az egész, ahol én most tanítok. Egy ilyen irodalmi színpadszerű társulat jött létre, és annyira szerencsénk volt, vagy szerencsém volt, hogy abban az időben olyan tehetséges fiatalok gyűltek ott össze, akik nagyon-nagyon jó énekeltek, nagyon jó szavaltak, és ki tudtam őket vinni, ki tudtam őket emelni abból az iskolai rendszerből, és egy olyan folyamaton tudtunk átmenni, ami szerintem borzasztóan jól tudott alkalmazkodni egy városi, egy környékbeli előadásokhoz, és
onnan lehet datálni az indulásunkat. Melyik darabra a legbüszkébb? Rengeteg volt, talán felsorolni sem lehet még a két kezünkön sem, amit az Ómi Zenés Színház előadott kisebb, illetve nagyobb közönség előtt. De melyik volt a legnehezebb, és melyik sikerült a legjobban? Ez nehéz kérdés, én mindegyiket imádtam. Hát talán az első, a képzeti port, az nagyon jól sikerült. Vagy mondhatnám a Hert is, amit 4 éve játszottunk, az is nagyon nagy sikert aratott. Például a Salgó Tarjánban a Taps díjat is megkaptuk, hiszen ott is előadtuk. De mondom, minden darabunkat nagyon szeretem. Hát éppen érdekes, hogy az egyik legjobb darabot, amit csináltunk, ami nem énekes darab volt, a Portugál, talán az volt kevésbé népszerű a nézők között. Talán a témája miatt? Valószínűleg tőlünk a zenés darabokat várják. Igen, ez egy kis tanulság volt. Tudjuk, hogy Ózd a színház és a színjátszás szempontjából nem számít központnak. Annak ellenére, hogy itt ez a gyönyörű épület és az olvasó, és annak ellenére, hogy meg van töltve azért élettel, de mégis jó néhány fiatal tehetségnek az Ómi Zenés Színház utat nyitott és utat mutatott a szakma felé. Igen, és erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mert akik itt kezdték annak idején, lehet mondani 20-25 éve, azok most több olyan helyen játszanak, ahol magasabb színészetet tudnak bemutatni, például a Fővárosi Operett Színházban, vagy a Miskolci Nemzeti Színházban. Tehát erre én nagyon büszke vagyok, hogy mi ki tudtuk nevelni ezeket a fiatalokat, akik most olyan közszínházakban megállják a helyüket, ahol mindig telt házas előadások vannak. Név szerint említsünk meg néhány fiatal tehetséget, kikről van szó? Például a Ceglédi Ákos, vagy sorolhatnám a Szilágyi Gabit, úgyhogy ők mindenféleképpen kiemelkedőek. Meg szokta nézni valamelyik előadásukat, akár más városban? Mert nyilvánvalóan ez is egy, ha nem is nosztalgikus érzés lehet, de mindenképpen jó érzés. Persze, hogyha olyan van, akkor mindig megyek és megnézzük ezeket. Tehát nem is egyedül megyek, hanem többet magammal. Viszem a fiatalokat, akik itt vannak jelen pillanatban nálunk, és megnézzük az előadásaikat. És nagyon büszkék vagyunk rájuk. Hogy innen indultak, itt kapták meg az alapokat, és ki tudja, hogy meddig viszik, mert innentől kezdve a határ a csillagos ég, hogyha bekerülnek egy nagyobb színjátszó csoportban? Így van. Szerintem a tehetségük mindenféleképpen olyan, hogy ők magasabb szinten is tudnak színjátszást csinálni. Vannak olyan fiatal színészek, akik nem Ózdon élnek, viszont az Ómi Zenés Színház darabjaira rendszerint visszajönnek, visszacsatolnak. Igen, jelen pillanatban is az Abigail már olyan koprodukciós előadás lesz, ahol nem csak ózdiak szerepelnek, hát ezt abszolút tudjuk. Tehát például a Salgó Tarjáni Kiviszi Színházból jönnek, a Miskolci Nemzeti Színházból, a Fővárosi Operett Színházból, tehát, és nem egy ember, hanem jönnek vagy 8-an. Kiegészítik az ózdi magot. Mennyire nehéz egyébként az utánpótlás helyzete Ózdon a színjátszás és a zenész színház szempontjából, mert egy-egy ilyen darabhoz nem néhány emberre van szükség, ahogy beszéltünk is róla. Hát nem könnyű, nagyon nehéz. Az utánpótlás nem olyan jól áll nálunk sajnos, bár erre a darabra igazán sok fiatal jött el, és sok fiatal tudtunk beépíteni az előadásba, de még mindig nem olyanok, akik, és nem akarom megbántani őket, akik igazán azokat tudná helyentesíteni, akik itt alapították ezt az egész színházat. Hiányoznak az alapítók, hiszen nyilvánvalóan az a csoport, az a mag már nincs itt Ózdon, vagy csak egy-két személy belőle. Érdekes dolog, mert akikkel elkezdtük ezt csinálni, azoknak a 90%-a visszajön. És ez borzasztó jó érzés, hiszen mi nekünk a működésünknek az alapja a barátság volt, a családiasság, az összetartozás, és ez a mai napig tart. Közönség elismerése mellett fontosak azok a díjak is, amelyet ez a társulat a magáénak tudhat. Elsősorban a 2016-os esztendő volt ebből a szempontból nagyon terméken, ahol 2 rangos díjat is kapott az Ómi Zenés Színház. Természetesen, hát minden művészetnek az egyik koronája az, hogy díjazzák a működésüket, az előadásukat, magát
az, hogy ők képviselnek valamit. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi kaptunk elismeréseket. Pontosan milyen díjakban részesült az Ómi Zenész Színház? Városi díjakban is elismertek bennünket, megyei vonatkozásban is, például megyei kultúráért kaptunk kitüntetést, Salgótarjánban Taps díjat, és ami a legfontosabb, hogy 2016-ban a Prima Primissima megyei versenyen mi közönségdíjasok lettünk. És közönségdíjas lehet az Ómi Zenész Színház rövidesen az Abigéllel is. Ez a legnagyobb visszaigazolás, amikor a darab végén itt az olvasóban ez a 600 néző, aki majd helyet foglal, visszatapsolja a színészeket? Igen, és nagyon bízom benne, hogy így is lesz. Béri Lászlónak mit adott ez a 20 év ebből a szempontból? Ez a rengeteg darab, a rengeteg ismertség, a fiataloknak a kinevelése, az iránymutatás, hol helyezkedik el az életében egy tanárembernek? Mindig fiatalokkal dolgoztam, hiszen 35 éve vagyok tanár, de ami itt történt az elmúlt 25 évben, az fantasztikus érzés. Itt felneveltünk olyanokat, akik visszajönnek, felneveltünk olyanokat, akik azóta is barátságban vannak, felneveltünk olyanokat, akik szeretik Ózdot, és nem derogál nekik visszajönni, színészkedni, és úgy gondolom, hogy ez mindennél többet ér. Éppen ezért számíthat a társulatra, a város, az önkormányzat, ez a közösség mindig, mert nem csak ezekről a darabokról kell beszélni, hanem a március 15-i ünnepségről október 23-án, tehát amikor Ózt hívja az Ómi Zenész Színházat, akkor a társulat ott van, és teszi a dolgát? Igen, így van. Tehát mindig, minden esetben, hogyha ránk szükség van, akkor jövünk és csináljuk. Köszönöm szépen Béri László művészeti vezetőnek, és sok sikert kívánunk. Tehát még egyszer, az Abigail című előadás február 17-én és 18-án lesz az Ózdi Olvasóban. Túl sok reklám ennek a darabnak már nem kell, mert minden jegyelkedt mind a két előadásra, de talán lesz egy harmadik? Igen, szeretnénk, hogy minél többet játszhassuk, mert annyit dolgoztunk vele, hogy ez nem két előadásról szól. Nem csak a város határon belül, hanem akár kívül is? Így van, természetesen. Tehát szervezzük a kinti, vagy más városokban történő bemutatókat is. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, sok sikert! Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.